Sziasztok, Vitális Illa vagyok, Magyarország egyetlen nyíregyházi girosztál influencere. Rengeteg receptemmel találkoztatotok már az oldalon, most pedig ez az első videóm, ahol az egyik kedvenc olasz kajámat fogjuk elkészíteni, a csirke parmigianát parmezános rukkolasalival. A csirke parmigiana egy rántott hús, marinara szószal egybesütve és mozzarellával a sütőben. Most a szószt fogjuk elkészíteni hozzá, ami az egy gyors forralóban olívaolajat fogunk hevíteni. Körülbelül 3-4 evőkanálnyit. Fog belekerülni egy apróra vágott vöröshagyma, 4 gereszt fokhagyma, amit kirapítunk, felszeletelünk és majd apróra vágunk. Miután üvegesre párolódott a hagyma és a fokhagyma, jöhet rá 2 teáskanálnyi sűrített paradicsom. Ettől még mélyebb paradicsom ízt fogunk elérni a szószunkban. Ezzel is körülbelül olyan 1-2 percig lepirítjuk. Következő lépés az, hogy rárakjuk a paradicsomot a paradicsom szószunkra. És a legfontosabb dolog ennél a műveletnél, ezt Olaszországban tanultam nagyon sok nonnától, hogy kézzel kell összenyomni a hámozott paradicsomot. És körülbelül egy olyan 1,5-2 deci víz megy rá, és ezzel fogom felforralni. Miután felfűtt a szószunk, nézzétek meg, gyönyörűen felbugyogott. Most fogjuk beízesíteni. Sóval, természetesen, borssal. Igazából ennek a paradicsom szósznak 3 titka van, és ezt most mind ezt a 3 titkomat el fogom nektek árulni. Az egyik, hogy én mindig teszek minden paradicsomos ételbe balzsamecetet. Tulajdonképpen nem is kell bele sok, csak egy pár csepp vagy egy teáskanálnyi, ha pontosak akarunk lenni. Nekem anyukám régen azt mondta, hogy tegyek egy kis cukrot, mert a savak miatt, hogy kiegyenlítsem. Én rossz kislány vagyok, és nem teszek bele. Szerintem a balzsamecet sokkal jobban passzol hozzá. Rossz kislány vagyok is. Hogyha olasz kaját csinálok, és paradicsomos az étel, akkor megmaradt parmezán héjat teszünk bele, ez plusz íz fog adni a szószunknak. A harmadik pedig a bazsalikom, de nem is a bazsalikom levele, azt csak a végén fogjuk hozzáadni, hanem a bazsalikom szára, mert hogy ez is legalább annyi ízt és aromát tartalmaz, mint maga a levél. Úgyhogy a leveleit azt most szépen letépkedjük. Csak a szárát fogjuk beleaprítani, ez is mehet bele. Amíg a paradicsom szósz elkészül, a hússal fogunk foglalkozni, ami jelen esetben csirkemell, frissen a hentestől, kapirgálós csirke volt, tehát szabadtartású csirkét használjunk, ha tudunk. Most pedig 4 részre fogjuk vágni a csirkemellet, körülbelül ez olyan 4 főre elég, vagy hogyha valaki imád enni, akkor 2 főre. A csirkeszeletek alá sütőpapírt rakunk, rárakjuk a csirkeszeleteket, arra még egy sütőpapírt, és ki fogjuk kloffolni méghozzá nyújtófával. Én nem szeretem a kloffolót használni, mert volt olyan eset, hogy a falon kötött ki a hús, nem tudtam kontrollálni az erőmet. Úgyhogy most ezzel annyit fogunk tenni, hogy megfogjuk a sodrófát, és először csak óvatosan kilapítgatjuk a húsokat, és majd utána végigmegyünk szépen, mintha egy kakaós csigának a kertésztelyet nyújtanánk. Miután kilapítottuk a húsokat, sózzuk, borsozzuk, és amit én még ilyenkor szoktam rátenni, az a cayenne bors, ami igazából nem borsfajta, hanem egy chili fajta, úgyhogy én ezzel fogom pikánssá tenni a húsokat. Miután beízesítettük a húsokat, klasszikus formában fogjuk bepanírozni pankó morzsába, lisztbe és tojásba, amiben egy kis sót és borsot kevertünk. Annyi különbséggel, hogy én teljes kiörlési lisztet szoktam használni, és teljes kiörlési morzsát is, de szeretném, hogyha tényleg tökéletesen ropogós lenne, hiszen bemegy még a sütőbe majd, úgyhogy pankó morzsát fogok használni, amit be fogok ízesíteni citromhéjjal és parmezánnal. Ettől egy plusz íze lesz az egésznek. Láttam már olyan recepteket, ahol zöld fűszereket raknak bele, prosciuttóba tekerik a húst, én most csak a morzsát fogom egy kicsit feltuningolni, brutális íze lesz így is. Azt elfelejtettem mondani, hogyha valaki az egészséges életmód híve, kihagyhatja a panírozás részt. Nem kell se lisztet, se zsemlemorzsát, se tojást használni, hanem elég, hogyha beleforgatjátok reszelt parmezánba, és azzal is nagyon szépen rásül a húsra, és elkerültek egy kisebb adag szénhidrát mennyiséget.
Most pedig kisütjük a bepanírozott húsokat. Én olívaolajat fogok használni. Tudom, hogy most azért mindenki meg fog kövezni, vagy megköpköd, vagy kaki jeleket fog küldeni. Viszont én minden olasz recepthez olívaolajat használok. Most 1 centire lesz szükségünk, de hogyha nincs olívátok, teljesen jó napraforgó, vagy valamilyen másfajta olaj. Mivel már kilapítottuk a húsokat, ezért nem kell bőolajban sütni, és én ezt bármi másnál is tudom ajánlani, hogyha tényleg nem egy rántott brokkoliról, vagy valami olyan dologról, ami kicsit mélyebb helyet igényel a serpenyőben, nyugodtan süssítek 1 centi olajban, tökéletesen át fog sülni. Miután megsült a hús, kiszedjük egy papírtörlőre, és mivel említettem, hogy addig kell főnie a szósznak, amíg a hús el nem készül, úgy azt is elzárhatjuk. Nézzétek, gyönyörűen besűrűsödött. Tényleg ez a fél óra nagyon jót tett neki, és a bazsalikomnak a leveit ezt most tesszük bele. Amit mindig nagyon sokszor elmondok valakinek, hogyha tanítom főzni, mert szokott ilyen lenni, fontos, hogy amikor vágtok, az ujjatok, a középsőjetok, hogy nem mutatok most csúnyát, kicsit előrébb legyen, mint a többi, ezzel kitámasztjátok teljesen, és biztos, hogy nem fogjátok elvágni az ujjatokat. Elkészült a paradicsomszósz, a bundázott csirke, amit most egy kiolajozott tepsibe fogunk tenni. Most pedig a tökéletes paradicsomszószunk következik, és ki nem találnátok, hogy miért jön a húsra közvetlenül rá? Hát azért, mert szaftos lesz tőle. Még egyszer mondom, szaftos, mint Nóri tökéletes csokis piskótái. Szaftos, szaftosabb, szuper szaftos. Úgyhogy nem sajnáljuk. Aki nagyon szereti szaftosan, az nyugodtan tehet még többet, de szerintem ez a mennyiség pont elég arra, hogy ne legyen túl leveses az egész, de azért érződjön a paradicsomnak az íze. Az utolsó lépés, hogy a parmezánt és a mozzarellát ráreszeljük, illetve rátépkedjük. Ettől lesz tényleg olyan igazi olaszos íze, hiszen a parmezán az legtöbbször nem sajtként funkcionál, hanem ízesítőanyagként. És akkor a mozzarella, amit ha szeretnétek, felszeretelve is rátehetitek, viszont így tépkedve az autentikusabb. Az összerakott húsok 200 fokos sütőben kb. 20 percig fognak sülni, most pedig elkészítjük a salátának a dressingjét, ami brutál egyszerű lesz. Kell hozzá ecet és olaj, méghozzá balzsameszet és extra szűz olívaolaj. Ezek az általános salátaöntött arányok, tehát egy rész sav, két rész olívaolaj, amit össze fogunk rázni, de előtte sózni és borsozni, hiszen az a jó, hogy már csak össze kell rázni, és azt el kell, hogy mondjam, amíg gyönyörű emulziót fogunk kapni, hogy ezt berakjátok a hűtőbe és hónapokig eláll, hogyha csináltok egy nagyobb mennyiséget, akkor nagyon sokáig fel tudjátok használni különböző salikhoz. És így néz ki, hogyha nagyjából elkeveredett az olívaolaj a balzsamecettel, soha nem fog tökéletesen, hiszen az olaj és a sav, mint az olaj és a víz az soha nem tud egyneművé válni, viszont hogyha tényleg használjátok, előtte csak felrázzátok és utána ráöntitek a salira. Itt van a gyönyörű, frissen mosott rukkolánk, erre fogjuk ráönteni a, hát ennek a dressing mennyiségnek körülbelül a felét, és jöhet egy kis parmezán rá, hiszen ez egy parmezános rukkolasali lesz. Fontos, hogy csak az új begyeinkkel dolgozzunk, hiszen nem fogjuk így összetörni a rukkolának a leveleit, így nagyon-nagyon ropogós és friss marad, mire a hús mellé fog kerülni, és hopp! Tökéletesen sült a csirke mellünk, rajta a paradicsomszósz gyönyörűen koncentrálódott a hő hatására, megsült a sajt, a rukkola saláta pedig tényleg a legjobb köret, amit ehhez el tudunk képzelni, hiszen önmagában ez már így egy kerek étel is lehetne. Elég tartalmas kaja lett, és ezért, miért? Nem is meg se kérdeztet, hogy miért? Nagyon tartalmas a hús, a lánynak tartalmas a húsa! Ha tetszett a recept, iratkozzatok fel a YouTube vagy YouTube csatornánkra, nem tudom melyik a helyes, kérlek, tanítsatok meg erre. És kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, külön engem is. Viszlát!